mindenki, Darkside! Jeli! Most egy videó, gamer videó lesz, úgyhogy aki késesek, azok nyugodtan túlléphetnek rajtam. Ez azért érdekes, mert Diablo 4-ről lesz szó. Hál' Istennek bejelentették, aztán meghiabáljuk el. Ugye a Diablo 3 elhűlése után, és miután bejelentették az Immortalt, ami gyakorlatilag ilyen, mintha a saját fejüket levágták volna a diablosok. Nyilván kínai piacra készült pénzt várnak belőle. Utána végre valahára olyat jelentettek be, ugye, amit régóta vártak, hogy készül a Diablo 4. Nemrég mutattak be Diablót is róla. Én igazából csak azokat a részeket szedtem össze, egy pár darabot belőle, amit érdemes tudni róla, ami eddig úgy néz ki, hogy benne lesz, hangsúlyozom, itt a kis not lesz hozzá. Illetve amit más youtuberek elmondtak, ugye sajnos csak angolul volt, és ez a youtuber, akit külön néztem, ezt megnéztem, ez ott volt a BlizzConon is, és maga a demót is ki tudta próbálni. Ugye a Diablo 3 az elején jónak készült, jól nézett ki, aztán teljesen ilyen agyalágyult hülye játékosoknak már elnézést készült, mert két gombot kell összesen nyomogatni. Volt is olyan, azt hiszem, build benne, hogy két gombos paladin, vagy crusader, tehát semmi más gombot nem kellett nyomkodni benne. És ugye az volt a gond vele, hogy hiába voltak a riftek 121-122, mindig az aktuális szezonban az aktuális set, amit éppen felnyomtak, azzal tudtad csak lényomni, az összes többi gyakorlatilag kukázhattak ki a picsába, és egy agyatlan farmolás lett az egész, tehát sem volt semmi értelme, a régi, úgymond legendári cuccok szart sem értek gyakorlatilag, azon kívül, hogy betetted a cube-ba, leveted a különleges képességet róla, dobhattad ki, mert soha nem fogtad aztán, és szettek mindig sokkal erősebbek voltak. Az Immortalról inkább ne beszéljünk. És igazából most mondták meg, hogy a Diablo 4-ben elméletileg visszatérnek a gyökerekhez, ami azt jelenti, hogy nem fog készülni Diablo 2 remake, vagy valami, amire nagyon sokan vártak, hanem igyekeznek a kettőhöz visszamenni a gyökerekhez, illetve a vizuális világát a 3-hoz hozzácsatolt, tehát hogy nyilván fejlődött a videokártya, a technika, stb. Tehát, hogy nagyon jó effektek lesznek, a villanások, a varázslatok, ahogy különböző módon megjelennek, fényt alkotnak, például lesz ilyen, hogy bizonyos képességek, mint a tűzképesség, ugye nagyobb fényt teremtenek, mivel kicsit sötétebb, ha kicsit ilyen gotikus stílusban mennek vissza, és általában ugye itt egyedül leszel, jó, nyilván nem a multiplayer részre gondolok, ugyanúgy megmaradt a 4 party. Meg fog jelenni elméletileg, de ezt megerősítették állítólag, tehát PC-re, Xbox-ra, PS4-re, viszont az sincs kizárva, hogy esetleg a következő generációs konzolokra meg fog jelenni, ami azt jelenti, hogy akkor mit tudom én, az Xbox-os játszhat a PC-ssel egy világban. Nem kizárt, hiszen elméletileg azt mondták, hogy 2020-ban talán kezdődik majd az ilyen beta tesztelés, azt nem tudom, hogy nyitott lesz vagy zárt igazából, remélem lesz nyitott, mert ugye volt egy olyan hétvége a Diablo 3-nál is, és talán 2021-re lehetséges, de nincs konkrét időpont, hangsúlyozom, ezek csak találgatások. 2021-re tervezik talán, hogy egyszer meg fog jelenni, kiegészítők jönnek majd, stb. Állítólag az egyik kiegészítőben lesz majd külön, ez is csak találgatás, a nekromanta, mint meg lesz. Nem tudom, hogy ezt miért a nekromantát teszik be, amikor a kettőben alapkarakter volt, na mindegy. Jelenleg 5 karakterrel fog indulni. Ugye, amit láttunk, ha megnéztétek, volt a barbár, van a sorceress, van a druida, és állítólag a találgatás, bányászás, stb. Után állítólag lesz a paladin benne, illetve az amazon. Ja, na mindegy. Amit tudunk róla még ezen kívül, kicsit gyorsan belekukkantok a nézébe. Hála Istennek, ugye a farmolás az nyilván megmarad benne, Diablo-ról beszélünk, viszont sokkal lassabbra vették vissza a stílus. Tehát nem az lesz, hogy végigrohansz az egész izén, ledarálsz mindenkit, akit tudsz, és messze a következő riffbe, ilyennek nem lesznek. Viszont a maga, a területe az állítólag az egyik legnagyobb lesz, ami valaha volt a Diablo-ban, és ez az egész egy, mintha egy kontinens lenne gyakorlatilag, és ez különböző kisebb részekre lesz téve. Azt mondták, hogy a kisebb részekben akár több száz falu is lehet, ami nem tudom, hogy mi az Istenért jó. Reméljük azért, hogy esetleg csak ötlet, hogy reputációt mondjuk szerezzél, hogy akkor jobb cuccokat veszel, nagyobb, olcsóbb, stb. Illetve több száz különböző dungeon lesz benne, és a dungeonök pedig azért állítólag különbözőek lesznek. Tehát nem tudom, hogy ez most az, hogy különböző részekből rakják össze, de állítólag különbözőek lesznek, és a dungeonökben lesz úgymond különböző feladatok, különböző nehézségek, hogy ne csak az lesz, hogy végig taroljál rajta, megöld a boss, aztán húzzál kifelé, hanem különböző nehézségek, különböző feladatok lesznek, amik tovább nehezítik, amik természetesen magát gondolom a loot szorzót fogják felnyomni, és a végén valószínűleg jobb bőrkat kapsz, tehát próbálták egy kicsit olyan egyedivé tenni igazából, hogy ne legyen unalmas, de természetesen ez az endgame-ra vonatkozik.
de a normálba is belőfordulhat, valamint különböző kulcsokat tudsz, ami gyakorlatilag a Riftstone-nak felel meg valószínűleg a háromból, ilyeneket tudsz összeszedni, cserélni, megnyitni, stb. Tehát ezeket lehet majd cserélni. Amik van, lesznek még benne, például csak a megosztás, tehát úgy lesz a multiplayer, hogy elméletileg ez egy félig meddig megosztott lesz, ami azt jelenti, hogy a nagy térképen összes mindenki együtt fog rohangálni bizonyos területeken, tehát városok, habok, meg ilyenek néha együtt lesznek, viszont a dungeonökben, amit te bemész, csak olyan játékosok mehetnek be, akit te magam a partiba meghívtál, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk mész a dungeonben, megjelenik valaki mögötted, lekasszálsz, megy tovább. Úgyhogy nyilván milyen PvP-t terveznek bele, de főleg PvE-re hegyezték ki, azon kívül főleg arra, hogy ezt az egyedüli magányos stílus, tehát ami a kettőben is volt, hogy azt visszahozzák, illetve esetleg haverokkal, hogyha együtt bandukoltok. Erről még vonatkozóan, mivel nagyon nagyok lesznek a területek, és ugye lesznek talán portálok, viszont lesznek mountok, tehát lovak, amikkel ezeket a hatalmas távolságon ne az legyen, hogy fél órán nyomod a gombot, és még mindig mész, mert ugye oda kell elmenned, ami halálfaszától jobbra van, ugye a lovakkal lehet, és ez a lovakat is lehet majd tuningolni, lehet majd különböző cuccokat rájuk tenni, illetve a spellek, illetve a képességek is lesznek bizonyos hatása, hogy mikor például leugrasz a rollról, volt is egy ilyen, a sorceress például lefagyasztott mindenkit a környékén, ahova éppen leérkezett. Nyilván ez egy ilyen plusz támadás igazság szerint, customization természetesen lesz benne. Itt viszont kitértek arra, hogy lehet, hogy a monetization is bejön, tehát a pénzszerzés a Diablónak, ami őszintén megmondom, nem igazán volt ezekben, és nem tudom mennyire jó, hiszen az összes customization opció, amik eddig voltak, az azból volt, hogy megszerezted a legendaryt, megszerezted a szercucokat, és akkor a, mit tudom én, a illúzionistából, legalábbis a háromban úgy variáltad, ahogy te magad akartad. Na most, ha meg tudod denni ezeket a skinneket, nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó. Illetve hogy fog ez benne lenni, remélem nem valami, nem pay to win lesz, mert az biztos, hogy akkor kinyírják az egész Blizzard team-et, hiszen mivel eléggé leromlott a reputáció, úgymond a Diablo 3-nak, plusz be, nem a Diablo 4-et, hanem a Immortalt hozták be, tehát Immortalt jelentették be a legutolsó Blizzcon-on, jelenleg a népszerűsége a Blizzardnak szerintem eléggé lent van, úgyhogy ha ez nem fog remekelni nekik, akkor kurva nagy gázba lesznek, őszintén megmondom, és az egész franchise, meg az összes többi játékokat, hát elég rossz szemmel fognak rájuk nézni. A kampány, és ugye régen volt a kampánymód a 3-ban, ami gyakorlatilag a bounty rész után szart sem, és senkit nem érdekelt, úgy hagyták el a picsába, hogy volt. Itt a kettő egyben lesz, tehát nem lesz olyan, hogy skirmish meg campaign, hanem egy pályán lesz az egész, és ha akarod, csinálod a campaign-t, ha akarod pedig, akkor nyugodtan nem lesz dungeon-be, tehát nincs olyan, hogy mondjuk külön fülbe kell belelépned, és akkor mondjuk így kell ugrálnod, hanem az egész kettő elméletileg egyben lesz, hogy ne legyen gond. Lesznek olyan dungeon-ek is például, ahol fölfedezős, vagy majdnem végtelen, nem teljesen így van, ahol fölfedezel, és igazából nem lesznek töltési képernyők, tehát nem lesz olyan, hanem folyamatosan tudsz menni, ameddig gondolom tudsz, vagy ameddig meg nem unod. Mik vannak még? Egyedi dungeonök, hát több százat ígérnek, de nehogy az lesz, hogy mit tudom én, itt láva van, itt meg fal, ott meg fal és meg láva, tehát nehogy ilyen kevert lesz, remélem tényleg egyediek lesznek, gyakorlom kripták, gondolom démon laktarészek, erdős, mocsaras, stb. Tehát attól függően milyen területen mész. Tehát a fő területek az ilyen, biztos, hogy visszajön a homokos, sivatagos rész, visszajön egy ilyen mocsaras rész a druidának, tehát mindegyik karakternek a mondjuk otthonába ellátogatunk, lesz városi rész, stb. Tehát, de ez még mind úgymond, ez csak körülbelül spekuláció, és amit eddig mutattak igazából a Blizzconon, tehát ez még mind kiforja magát, de eddig amiket láttunk, az elég jó volt. Skillek azok úgy fognak működni, hogy bizonyos tómokat lehet, tehát könyveket fogsz kapni vagy szerezni, és a tómokkal tudod megvásárolni a skilleket, ami azt jelenti, hogy limitált lesz. Tehát nem lesz olyan, az összeset megkapod mondjuk szintezéssel, hogy ez első skill, második skill, harmadik skill, és akkor ahogy mész, megkapod, hanem te döntöd el, hogy hova, illetve mire fogsz rakni, mi az, amit használsz. Tehát lehet olyan skilleket, amiket teljesen kihagyhatsz a francba. Nyilván idővel elméletileg fogsz annyi tómot találni, mert ugye ritkák lesznek, amivel az egész skillbárodat, illetve az egész képességfádat ki tudod mixelni, de nyilván ez azért elég sok időt vesz majd igénye, tehát meg kell gondolni a karakternek, hogy mi az, amibe belefektet. Ez ugye a Diablo 2-ből jött még vissza, hogy nem mindegy, hogy mire pakolsz. A másik pedig a talent tree, tehát visszajönnek a talentok, itt viszont nyilván azt hiszem talán szintenként ugyanúgy kapod meg, viszont bizonyos mennyiségű van, tehát sokkal több
skill van, illetve talent van, mint amennyire tudsz pakolni, viszont az bármikor respektelheted, tehát hogy amikor éppen amire szükség van, supporter, támadó, DPS, stb. Azokat nyugodtan tudod majd változtatni, de a skilleket nem. Tehát a skilleket, amikre mondjuk megtanultál, azokat örökre ott maradnak, és azt nem tudod változtatni, tehát ha véletlenül egyre ráraktál véletlenül, az sajnos kibaszás, mert azt elcseszted. Valamint, ha jól hallottam, csinálnak olyanokat is majd skillekkel, hogy ne csak az legyen, hogy a statot nyomja fölfelé, tehát hogy 10 helyet 20-at, 20 helyet 30-at sebzel, hanem például, most mondok egy példát, druidának farkasember, mit tudom én, az első képessége az, hogy oda megy és mondjuk csak kettőt, lehet, hogy az 5-ös szinten már olyan lesz, hogy csak kettőt és vérezni fog, és mondjuk a 10-es szinten, nem tudom még mennyi lesz a maximum, az lesz, hogy csak kettőt vérzéses, és még esetleg egy debuffot is rárak ezen kívül még, amivel a következő támadás esetleg elementális, vagy bármilyen még többet fog sebezni rajta, tehát a skilleket úgymond érdemes lesz majd turbózni, nem csak az, hogy statok lesznek, és akkor csak azért, hogy mondjuk kimaxol azt a képességedet. Tehát ez mindenképpen egy pozitívum benne. Gothic ilyen dark stílus lesz, tehát visszajön, hardcore mód természetesen ugyanúgy lesz benne, viszont a halálokat itt nem úgy lesz, mint a háromban, hogy csak meghalsz, föltámasz, aztán mész, ennyi, hanem itt ugyanaz lesz, mint amelyik kettőben volt, hogy ha meghalsz, akkor valószínűleg valamennyi aranyad elesik, vissza kell menned, föl kell venned, tehát ugye van, ja és ugye XP-t is levonnak ez miatt, tehát ugyanez lesz, mint ami a kettőben volt, hogy meggondolod, hogy hova mész és mennyiszer halsz meg, mert a végén nem marad aranyad. A ládák ugye ugyanúgy lesznek, meg lesznek osztva a karakterek között természetesen, tehát ez már így alapigazság szerint a mostani RPG-ben egy kicsit lelassul igazából a Diablo 4, ami nem baj, mert a 3-ban baszott gyors volt, és az lassabb karaktereket azt így úgy ott adták a rizetekbe, mint a picsa. Nézzük, mi van még. Nagyobb penalty, hardcore játékosok. Lesznek benne world eventek, ami azt jelenti, ugye elméletek azt mondták, hogy akkor lesznek ezek a hatalmas területek, hogy ritkán fogsz találkozni igazából játékosokkal, ha csak nem partiba mentek. És lesznek úgynevezett rift world eventek, amikor ilyen hatalmas bossok előjönnek, megjönnek, mit tudom én, megjön az Omen, az Antikrisztus megjelenik, és akkor mindenki természetesen jelzést kap, és akkor összesen oda mennek, és ilyen 10-20-30-an, amennyien éppen vagytok, meg kell ölni ugye bár a rift boss-t, vagy Riftboss, a lófasz azt a boss-t, aki ott van, aki hatalmas tizékat kap, vagy nagyon jó cuccokat, stb. De mindenképpen több játékos, tehát nem lesz olyan, hogy egy valaki ott üti, mert az kb. Fél napot ott ütheti, és akkor stb. Természetesen a lootban az is ott lesz, hogy csak a tehát mindenkinek egyedi loot esik, nem láthatod a másikét, csak azt, ami neked esik. Lesznek olyan cuccok, amiket bármikor át lehet adni az a másik játékosoknak, lesz olyan, ami bizonyos esetenként csak, hogyha mondjuk ledobtad akkor, és lesznek olyanok, amit ugye soulbound, tehát nem lehet egyáltalán átadni, amit fölvetted például. Itt van a másikban az, hogy például a képességeknél ugye lesznek olyan változások a skilleknél, hogy lesz egy úgynevezett health bar, tehát az élete a bossoknak, illetve lesz egy secondary bar, tehát egy másodlagos, amiben a ilyen crowd control, tehát ilyen fagyasztás, amivel bármivel tudsz hatni a tömegekre, ilyen ellen lesz egy bizonyos védelme. Tehát azt jelenti, minél többet használsz, mondjuk létezzük fel a Frost Mage-nél, minél többet használod mondjuk a fagyasztását, annál jobban megy fel a bár, annál nagyobb lesz az ellenállása. Tehát nem lesz olyan, hogy akár permafrosttal, tehát hogy folyamatosan lefagyasztod egy helybe el, és akkor mit tudom én, a paladinok meg akik ott vannak, szar elverik az egészet. Nem, hanem ezt mit tudom, megcsinálod egyszer, meg tudod kétszer, meg tudod háromszor csinálni, arra is félszel már nehezebben, utána már nem is fagy le, és utána már teljesen nem lesz például, ezt most csak körülbelül mondtam, nem lesz hatása mondjuk a Frost Novának, főleg, hogyha mondjuk több mage van. Viszont jutalmazni fogja azt, hogyha változatosan használod a skill-et, tehát mondjuk vagy lefrosztoltad, és mondjuk utána villámmal, tűzzel, meg hasonlóval, és ugye természetesen ahogy más spelleket használsz, illetve a crowd control mondjuk egyre kevesebb rajta, megy vissza természetesen ez a méter, és akkor újra lehet kezdeni igazából, de nem lesz olyan sose, hogy mondjuk lefogyasztod, vagy lesz olyan, aki, mint tudom én, egyedül megbírna ölni egy world boss-t. Tehát ezt azért próbálják kicsit így leredukálni, hogy azért más képességeket is használj, ne az legyen, hogy egy marha erős a többihez képest, akinek mondjuk rengeteg crowd control effektje van. Mi az, amit még tudunk esetleg, és azon gondolkodom, hogy mi az, amit kihagyok, biztos lesz benne egy párat, amit kihagyok, igazából csak a legfontosabbak, vagy számomra a legfontosabbakat hagytam föl. Ja igen, persze, itemek a legfontosabb. Ugye ugyanúgy visszatér a fehér, visszatér a kék, visszatér a sárga, viszont itt nagy változás lesz, remélhetőleg, hogy a Legendary, Ancient Legendary, Set, Ancient Set
lesz. Viszont ezt úgy jellemezték, hogy ezek egy szinten, illetve egyenlőek lesznek. Ami azt jelenti, hogy a Legendary-nek legalábbis most már értelme lesz újra használni őket, nem csak a különleges képességeink miatt. A szettek nem tudnak majd annyival többet, mint mondjuk a háromban, hogy gyakorlatilag teljesen elfelejtetted a Legendary-ket. Valamennyit tudnak, ez attól függ, hogy a te buildedhez éppen jók-e, nem jók-e. De a Legendary külön, azok pedig képesek lesznek olyan képességekkel, tehát nem olyan lesz, hogy mondjuk 3000-szeres damage-et, ami ugye ott volt, és akkor hú, végigtarolsz azzal az egy cuccal, mert annyira durván megnyomta egy képességedet, hanem olyanokat kell elképzelni. Például, amit én legalábbis itt láttam, Legendary bot, most mondtam valamit, egy staff volt, és azt csinálta, hogy ami neked aktív képességed be volt rakva a túlvába, arra mindegyikre adott plusz egyet. Tehát hasonlókat kell elképzelni. Utána lesznek úgynevezett mythical cuccok, ez ugye a leghatalmasabb, tökön tudja, viszont ezekből mindig csak egyet lehet majd alkalmazni, nyakés is akar, stb., de mindig csak egy lehet nálad. Ennek az lesz a különleges képesség, azon kívül, hogy baromi ritka és baromi erős lesz, hogy míg a Legendary-ken egy cucc van, ami különleges képességet ad, ugye, amit képes, ezeken négy lesz. Tehát nagyon-nagyon erősek lesznek, de ez miatt csak egyet lehet majd használni. Nyilván lehet gyűjteni, másik karakternek adni, stb. Valószínűleg ezek soulbandosak lettek, illetve ez még nincs letisztázva pontosan, hogy soulbandosak lesznek, hiszen baromi erősek, illetve marha drágák lennének, hogyha el akarná adni. Trading visszajön, gambler visszajön, tehát ugyanúgy lehet szerencsét próbálni vele. És még valamit akartam itt ezzel mondani a itemekkel kapcsolatban, csak most nem fogja. Hát persze, runaszavak. Gemek visszajönnek, runaszavak visszajönnek, de kicsit változtattak a hatásokon, tehát ne legyen az, hogy mondjuk a runaszavak annyira erősek lesznek, hogy a gemeket soha nem fogod használni, tehát itt egy kicsit ilyen finomítások lesznek benne. A runaszavak pedig jelenlegi verzió szerint úgy működnek, hogy például nem kell azon tökölnöd, hogy mondjuk mi is volt Ral, Ortál, vagy mi az, hogy, tehát hogy ki kell találnod, illetve más játékosoktól, hogy utána kell olvasnod azzal, hogyan kell csinálni, és ez hangsúlyozóan vonatkozik az egész játékra, hogy nem lesz az, hogy utána kell olvasni, utána kell menni, hogy mi, hogy működik, vagy milyen rejtett dolgok vannak benne, nem akarnak ilyen rejtett dolgokat benne, tehát a runaszavak, igazából a runák, kövek, azokra rá lesz írva, hogy mit csinál, tehát lesz egy aktív runa, meg lesz egy passzív runa, és a kettő adja majd igazság szerint a runaszót elméletileg. Tehát mit tudom én, az egyik azt csinálja, hogy vérzés esetén, mit tudom én, valamit csinál, a másik pedig felerősíti, ha ez történik. Tehát igazából így kell elképzelni majd a runa szavakat, tehát igazából a gemeket is lehet használni, a runa szavakat is, de ez hangsúlyozom, ez ki fog derülni majd, és ugye a finomításokkal mennyire válik be, és ez még alfa vagy beta verzióban van, tehát nagyon-nagyon az elején, és nagyon keveset is mutattak meg belőle, azt hiszem egy vagy két legendári eset összesen, és a runaszavak szerintem még benne se voltak, és magában a demóban is nagyon sok dolog lezárt volt, tehát nem lehetett még látni igazából, hogy mik lesznek. Annyit mondtak még a karakterekről, hogy mindegyik egyedi lesz, tehát nem feltétlenül az lesz, hogy mindenkinek lesz válasa, páncélja, sisakja, gyűrűje, ami szokott lenni az izében, hanem lehet, hogy az egyik például nem tud majd nehéz páncélt viselni a druida, csak bőrt, lehet, hogy az egyiknek nem lesz válasa, a másiknak két gyűrűje lesz, a harmadiknak három nyakéke, mit tudom én, tehát ilyenek különbségek lesznek, és ugye ez egy kicsit egyedivé teszi majd azokat a karaktereket. Ezen kívül mi is volt még a karaktereknél? Volt még, hogy kicsit csapongok. Most túl sok információ volt, őszintén megmondom ezekről a dolgokról, illetve magáról a Diablo 4-ről. Volt még, hogy a skillek, azt tudom, hogy azonnaliak lesznek, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk előbb például druidánál mutattam, először át kell változni medvédé, utána a képességek elérhetővé válnak, hanem rögtön, amint van a képesség, átváltozik és már csinálja, és utána azonnal át tud változni például farkas emberé is, tehát a képességeket nem befolyásolja, úgymond nincs idő, amíg eltelik, hanem instantok lesznek azonnal, tehát mindenképpen egy jó lesz. Potionok visszajönnek, elméletileg cooldownjuk is lesz. Az, hogy most darabra, számra hogy lesznek, nem tudjuk, tehát ugye a kettőből folyamatosan lehetett nyomatni őket, itt biztos, hogy lesz cooldown, hogy ez nem legyen annyira egyszerű. Charmok azt hiszem talán nem lesznek elméletileg, legalábbis a jelenlegi állás szerint. Horatric Cube visszajön, azt mondják, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejtetnek arra, hogy majd te magad craftold igazság szerint ki a legendary itemeidet, tehát ezeket craftolni lehet majd nem úgy, hogy állandóan csak mondjuk szerezni, a szetteket kérdésesül lehet majd craftolni. És így körülbelül ezek azok, amik fontosabbak, nyilván kiadtam egy másik más, esetleg más oldalakat is nyugodtan menjetek meg, csak eddig egyedül ezt igazából angolul láttam, és úgy gondoltam, hogy megcsinálom a magyar verzióját, tehát ez az, amit így körülbelül tudunk róluk.
Képességekről nagyon keveset mondom, a droidánál volt az, hogy inkább a tűz, azt hiszem a tűzképesség az teljesen kiment, inkább a vihar, villámlás, ilyenekkel befolyásolja, az időjárást is tudja befolyásolni. Sorceress ugye jég, tűz, föld, nem villám, bocsánat, ugyanez marad. A barbárnak volt annyi még annyi különlegessége valóban, hogy a barbár most már állítanak 4 fegyvert tud egyszerre használni, ez nyilván a skillekhez lesz hozzá kötve, ami azt jelenti, hogy van, lesz mondjuk egy kétkezes kard a hátán, egy kétkezes bár mondjuk a kezében, és mondjuk két egykezes az oldalán, és ezek attól függően melyik skillet használ, úgy fogja használni a barbár, tehát tök jól fog kinézni. Valószínűleg neki lehet, hogy páncélja lesz, meg mondjuk a kesztyűk, meg ilyenek helyett lehet, hogy a két balta az oldalán, vagy kalapács, vagy amit tud, és mondjuk a hátán meg akkor ezek a fegyverek, és ezek nyilván akkor ő a damage dealerrel baromi erős lesz, csak lehet, hogy a védelme kisebb. Tehát ez nyilván még balansz kérdése, tehát hogy egyensúlyba hozzák, kíváncsi, hogy hogy fog kikerülni. Hát ha csak a fele működik majd ennek, amit most itt megmondtam, akkor már marha boldogok lesznek, és ugye a fenek is, mert remélhetőleg elméletileg és a Blizzard is azt nyilatkozta, hogy elméletileg a izéknek csinálták, tehát a hardcore feneknek, illetve a régi motorosoknak csinálták, vagy csinálják ezt a Blizzard 4-et, ez mind a történetben, mind a játéstílusban, mind az egészében ez fog visszajönni. Ja, a goblinok is lesznek, tehát Treasure Goblin is visszajön, hogyan azt nem tudom még, meg hogy mi lesz. De elméletileg a fanok reméljük, hogy megtartják, mert ugye a Diablo 3 is jónak indult, aztán úristen, mi lett belőle most már. Szerintem ezzel próbálja meg visszaszerezni maga a Blizzard a régi játékosait, illetve az, hogy újra higgyenek úgymond a Diablo brandben, mert nagyon, szerintem nagyon szar lett. Én magam is annak ellenére, hogy fenn vagyok, nagyon régóta nem játszottam vele, mert értelmetlennek tartottam azt a farmolást, hogy 1%-kal azért farmoljak órákat, hogy 1%-kal jobb legyen az a bizonyos kard, mint a másik. És ki nem szarja le, őszintén megmondom. Tehát ez nem olyan nagy változás már endgame-ben, hogy akkor és akkor meg tudom csinálni a 120 helyett a 121-es liftet. Ki nem szarja le a következő patchnél, ugyanúgy kitesznek egy olyan szettet, vagy olyan cuccot, amivel a 122-et is megcsinálható, és mindig lesz új, mindig lesz ilyen, tehát ez egy értelmetlen farmolás számomra, és nem is nagyon élveztem. Tetejében rendkívül gyors volt, túl gyors volt, tehát nem volt időt körülnézni a pályán, mert a profik már végigmentek, hogy meg kell csinálni a riftet, de nem élveztem azt magát azt a játékot, mert értelmetlennek tartottam. Nem láttam, hogy kit öltem meg, nem láttam, hogy öltem meg, ki volt az ellenség, az hol vagyok, mit vettem föl, semmi büdös szart nem láttam. Úgyhogy reméljük, hogy a 4 jobb lesz, szebb mindenképpen lesz. Elég nagy, és hogy ezekből, amiket itt felsoroltam, illetve ott felsoroltak még, minden lesz, tehát hogy értelme lesz úgymond újra fölvenni a Diablót, és nem olyan lesz, mint a 3. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!